24 migránst szállított egy német rendszámos kisbusszal az a holland férfi, akit tavaly decemberben fogtak el a rendőrök az M9-es autóúton. Az igazoltatás során drogot is találtak a sofőrnél, és a későbbi vizsgálatok azt is igazolták, hogy fogyasztotta is ezt, így bódult állapotban vezette a migránsokkal teli kisbuszt. A bíróság ezért a vádlottat 3 év börtönbüntetésre ítélte, 6 évre kiutasította Magyarország területéről, illetve a jogosítványát 2 évre bevonta. A bíróság azért állapított meg ilyen szigorú büntetést, mert az illegális bevándorlóknak sem ülőhelyük, se kapaszkodójuk nem volt a kocsi rakterében. A hely szűkössége és a kevés levegő miatt dörömböléssel és kiabálással próbáltak jelezni a vádlottnak, aki mindezt figyelmen kívül hagyta. Így a bűncselekmény minősített esetét valósította meg nem sima embercsempészés büntetét, hanem a sértettek sanyargatásával elkövetett embercsempészés büntetét, mindezt oly módon, hogy a járművet bódult állapotban vezette, illetve kábítószert is találtak nála. Az ügyészség súlyosbítás, a vádlott pedig enyhítés miatt fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.